Újabb támadás érte Észak-Harkivot. Egy lövedék egy lakóépületbe csapódott, orosz csapások érték Odessa környékét is, az orosz hadsereg pedig újabb települést foglalt el Harkiv megyében. Az észak-európai körútjáról hazatérő Volodymyr Zelenszkij bejelentette, hogy hamarosan összeül az Ukrajnát támogató Rammstein csoport. A találkozón várhatóan újabb katonai támogatásokat jelentenek be. Hatalmas krátert robbantott ebbe a harkivi panelházba egy orosz bomba szerda éjszaka. A lakók az utcán várták, hogy befejeződjön az oltás és a mentés. Én már aludtam, amikor elkezdődött. Egyszer csak egy szörnyű hangra ébredtem, utána fogtam csak fel, hogy mi történt, mondta egyikük. Az ukránok szerint a robbanásban egy gyerek meghalt, 29-en megsebesültek. Az észak-kelet-ukrajnai várost a háború kezdete óta gyakran támadja az orosz hadsereg. Egy terrorista, háborús, bűnös ország olyan időpontot választ a csapásra, amikor a legtöbben otthon vannak. Ilyenkor támadják a lakóépületeket. Itt nincs nemhogy katonai, de civil-ipari létesítmény sem, mondta Harkiv kormányzója. Ukrán források szerint szerda este az oroszok a rakétákkal támadták az odesszai területet is. Az orosz jelentések szerint ukrán katonai célpontokat lőttek. Az orosz hadsereg pedig újabb ukrán települést foglalt el Harkiv megyében. Moszkva közlése szerint innen képesek lesznek megakadályozni az ukrán utánpótlást. Az észak-európai látogatásáról hazatérő Volodymyr Zelenszkij pedig arról beszélt, hogy hamarosan ismét találkozhat a Rammstein csoport, vagyis az Ukrajnát támogató országok. Az októberi ülés Joe Biden elnök kérésére halasztották el a Milton Hurricane miatt. Köszönöm az északi országok hozzájárulását a győzelmi tervünkhöz. Készen állunk meghallgatni más államok véleményét, de jelenleg a győzelmi terv alapján tervezünk a szövetségeseinkkel. A következő hetekben újabb Rammstein találkozó lesz, ami kiemelt fontosságú számunkra. Nagyon fontos, hogy a partnereinkkel való együttműködésünk összehangolt és hatékony legyen, mondta az ukrán elnök. A konferencián vélhetően Ukrajna nyugati szövetségesei, élükön az Egyesült Államokkal újabb katonai szállítmányokat jelenthetnek be.